Most viszont jön a PCOS, azaz policisztás ovárium szindróma. Ez az egyik leggyakoribb oka a női meddőségnek. Hormon és anyagcsere zavarról van szó, amiben 10-ből egy nő érintett. És ez még nem minden. Erősen szőrösödik, pattanásos, vagy hirtelen elhízik az, aki ebben a betegségben szenved. Nem gyógyítható, bár az állapot folyamatos romlása elvileg megakadályozható. Ekkor néztem meg a orvosi papírjaimat, és láttam a három betű szót, hogy PCO. Általában a fertilis korú női populációnak az 5-10%-át, Magyarországon körülbelül 500 000 nőt. De mégis mi ez a betegség, ami Magyarországon 500 000 nő életét keseríti meg? Dr. Rencz Rita, belgyógyász szakorvos, segít nekünk. A PCO-szindróma egy nagyon összetett betegség. Alapvetően a neve csak arra utal, hogy a petefészekkel van valami probléma, tehát a petefészek betegségére utal maga a betegség név, de igazándiból ez egy nagyon sokrétű hormonális és anyagcsere probléma okozta szerteágazó tünetekkel együtt járó kórkép. Ezen kívül még sok kisebb jele is van annak, ha valaki ebben a betegségben szenved. A hajhullás, a fokozott szőrnövekedés, a hízásra való hajlam, az izzadékonyság, illetve az a lelet, amit hoznak, hogy a petefészkük tele van sok apró cisztával. A betegség röviden egy anyagcserezavarként írható le, amikor is fokozott a szervezet inzulin termelése. Ebből adódóan időleges meddőséget is okozhat. Sándor Ramona 20 évesen tudta meg, hogy beteg. Nekem 2007-ben kezdődött, amikor 20 évesen az első nőgyógyászati vizsgálatomra mentem. Már akkor ráírtak ott a papíromra, hogy PCO, de akkor a doktor az nem világosított fel, hogy mi is ez valójában. Fogamzásgátlót írt fel, és azt mondta, hogy majd rendeződnek a tünetek. 2 hónapig tudtam szedni a fogamzásgátlót, mert nagyon fájt a fejem tőle. Ezután abba hagytam, és a menstruációm az nem jött meg. Csak akkor még nem volt világos számára, hogy mi is ez a betegség. Hosszas kutakodás után sikerült rájönnie az internet segítségével, hogy mi a baj. Így tudott végül segítséget kérni és kapni. Majd bizonyítván, hogy a gyógyszeres kezelés eredményes volt, sikerült teherbe esnie is. A tünetmentes addig, ameddig meg nem születik a baba, és ha utána meglátjuk, hogy mi lesz, mert általában a tünetek újra előjönnek. Lehet, hogy elég lesz már csak a diéta, de ha nem lesz vérzésem, akkor gyógyszer, igen. Ez a betegség azért is veszélyes, mert ha nem veszünk róla a tudomást és nem kezeljük, komoly cukorbetegséget is okozhat. Így, hölgyeim, jobb lesz erre is odafigyelni.